Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve kifejezetten sporttémájú történettel szeretnénk foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Battery. A Battery mifelt tekintve a sport és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Asano Atsuko tollából jelent meg, aki 2000 publikálta az egykötetnyi novellát, míg 2005 és 21 között összesen 8 kötetnyi mangát. Ezt követően 2000 és 2010 között 10 audiodráma is megjelent, ám legvégezetül maguk a filmes adaptációk is megjelentek 2007 és 16 között 11 rész, plusz egy 119 perces live action film, valamint egy 10 részes live action sorozat révén, melynek készítői nem mások voltak, mint Tadashi Morishita, illetve Sagara Atsuko forgatókönyvírók, valamint Mochizuki Tomomi és Takita Yojiro rendezők. Történetünk a 12 éves alsó-középiskolás fiúval, Harada Takumival veszi kezdetét, aki általános iskolában Japán egyik legjobb dobója volt a baseballban. Azonban öccse Seiha betegsége nyomán szüleivel együtt vidékre költözik a nagyapjához, s távol az ország élvonalától is. Ám a baseball iránti kötődése itt sem halványul el, és szinte az első napon szoros barátságot köt Nagakura Go-val, a helyi csapat elkapójával, aki eredetileg felszeretett volna hagyni a sporttal. Azonban kettőjük között már az első pillanattól egy szoros kapocs kezd kialakulni, s végül elhatározzák, hogy az egykoron szebb napokat is megélt alsó-középiskola csapatának tüzérségeként nem csak folytatják a baseballt, de megcélozzák a kósient is. Ám vágyukat a helyi középiskola vasszigora, illetve a szinte teljhatalmú fegyelmi bizottság tagjai fokozatosan gáncsolják, amely egy sor tragédiába torkollik, s egyben a megmaradt tagok elszántságát is próbára teszi, hogy végül szembenézhessenek az ország igazi elitjével. Összességében egy jó képi és hangvilágú sztorit kaptunk, amely számtalan érdekes drámai fordulatot is tartalmazott. Tetszetősek voltak mind az anime, mind az élőszereplős adaptációk közötti átvedések is, amik remekül egészítették ki egymást, akárcsak a különféle karakterek, mint Tomura edző, Takumi nagyapja, Kayonji, Shunji és Shugo, akik remekül illeszkedtek a különféle helyzetekbe. De szintén említésre méltónak találom Takumi szüleinek szerepvállalását, amit leginkább a film tudott érdemi formában bemutatni. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Battery egy 10/8-as alkotást lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!